Férfi labdarúgóink számára már ismerős lehet a körülöttem látható környezet, hiszen a Ferencváros az előző szezonban is összefutott a nemzetközi porondon a Shamrock Rovers együttesével, és az Európa Liga playoff körének idegenbeli visszavágóját akkor is itt, a Telekt Stadiumban játszották. A Fradi Média tartalmait folyamatosan nyomon követő szurkolóink viszont akkor nem pillanthattak be a stadion kulisszatitkai mögé, ugyanis a Fradi a mérkőzés napot megelőző hivatalos sajtótájékoztatót és sajtónyilvános edzést letudta még az utazás előtt a Népligetben. Most viszont itt, a stadionban került sor ezekre, így önök is körülnézhetnek itt az öltözőben, ebben a helyiségben fog ugyanis készülni a csapat a holnapi Konferencia Liga selejtező visszavágóra, illetve hamarosan bepillantunk az edzésbe is. Ahogy mögöttem is látható és hallható, tart még a mérkőzés nap előtti sajtónyilvános edzése a Ferencvárosnak, és hát szerencséje van a játékosoknak, hiszen jelenleg nem esik az eső itt Dublinban és környékén. A mai nap folyamán viszont folyamatosan a 13-15 fokos viszonylag hűvös hőmérséklet mellett esett az eső, és holnap is van esélye arra, hogy akár a mérkőzés idején is így legyen ez. Ennek is lehet majd fontos szerepe az ír rekordbajnok elleni találkozón. Ha már említettem, hogy Írország rekordbajnokáról van szó a Shamrock Rovers képében, sok hasonlóság van a két együttes között, hiszen a 20-szoros ír bajnok és 25-szörös ír FA Kupa győztes nem csak rekordtartó a Ferencvároshoz hasonlóan ezen a téren, de klubszínei is szintén zöld és fehér, és az együttest a Fradihoz hasonlóan szintén 1899-ben alapították, és ha már a hasonlóságoknál tartunk, ugye az előző szezonban az egymás elleni párharc során, akkor az Európa Liga playoff körében szintén 4-0-ra nyert a Fradi hazai pályán, akkor vereség lett az idegenbeli visszavágón az eredmény, reméljük, hogy most majd más eredmény születik, és sikerül akár kettős győzelemmel tovább lépni a Konferencia Liga harmadik selejtező körében. Az időjárás szerepéről, az ellenférről, arról, hogy hogyan változott a két csapat, és mire lehet számítani a holnapi visszavágón, Molnár Péter kollégám fogja kérdezni a játékosokat hamarosan. Az első mérkőzésen szép győzelmet arattunk, de azért ez nem azt jelenti, hogy akkor hátra is dőlhetünk. Egyértelmű, ez nekünk meg se fordult a fejünkbe. Úgy gondolom, hogy amilyen jó úton elindultunk, az kell az önbizalmunkhoz is, meg kell ahhoz a hithez is, hogy tovább tudjuk építeni magunkat, az itteni jó eredmény. Futball szempontjából szerintem a játékosok többsége mindig úgy áll hozzá, hogy ez az igazi futballidő, ilyenkor lehet legjobban játszani, mindig nedves a fű, megy gyorsan a labda, tényleg nagyszerű a körülmény is, nyilván ez az időjárás sokkal jobban alkalmas arra, hogy nagy teljesítményt adjunk le. Úgyhogy most azon kívül, hogy napközben persze komorabb az idő, most attól eltekintünk, nyilván az eredmény miatt jöttünk ide, nem pedig nyaralni. Mennyiben más csapatot válsz a Shamrocktól, hiszen azért az első mérkőzésen ugye mind nagyon jól futballozva nyertünk, szép eredményt értünk el, de ők most egy sokkal harcosabb csapatot szeretnének látni a pályán. Biztos vagyok benne, meg ugyebár innentől kezdve nincs mit védeniük, szóval azt gondolom, hogy sokkal bátrabb focit fognak játszani. Reméljük, hogy ezt mi ki is tudjuk használni. Igazából a saját csapatunkra szeretnék koncentrálni, hogy mi ugyanolyan fókuszáltak legyünk, mint az előző mérkőzésen is. Ha esetleg ki is találtak valami olyat az első mérkőzésből kiindulva, amivel megnehezíthetik a dolgunkat az elején, remélem, hogy azt gyorsan le tudjuk reagálni, és felismerjük a pályán. És tényleg itt is egy jó focit játszva, eredményesen fogunk futballozni.